Fokozatosan lazítanak a koronavírus járvány elleni óvintézkedéseken Európában. Sok ország részlegesen még a határait is megnyitja, mivel a hamarosan kezdődő turista szezonban pótolni szeretnék az idegenforgalmi szektor eddigi kieséseit. A vágóhidakat is fokozottan ellenőrzik a hatóságok, mivel több nyugat-európai országban is megjelent a fertőzés a húsüzemekben. Ismét fogad látogatókat a Természettudományi Múzeum Brüsszelben. A belga fővárosban több tárlatot is újra megnyitottak a koronavírus miatt bevezetett zárlat után. Az intézményeknek már most hatalmas bevételkiesést jelent a járvány, több kisebb kiállítás végleg bezárhatja kapuit. Bár a mi munkánkat részben az állam finanszírozza, még nekünk is nehézségeink lesznek az idén. Ráadásul nem tudjuk, hogy meddig maradhatunk nyitva, vagy hogy mikorra érjük el a szokásos látogató létszámot, magyarázta a Természettudományi Múzeum szóvivője. Olaszországban a kávézók nyitottak ki a héten, bár az olasz hatóságok fontolgatták, hogy júniusig zárva tartják a vendéglátóhelyeket, a rendszeressé váló tüntetések után enyhítettek a korlátozásokon. Csodálatos, hogy ismét csészéből ihatom az eszpresszót. Örülök, hogy visszatérhetünk ehhez a régi jó szokáshoz. Igaz, hogy korábban is vehettünk itt kávét, de azt papírpohárba kaptuk, ami nem az igazi, lelkendezett egy római nő. Az egész olasz idegenforgalmi szektor megszenvedte a vesztek zárat, ezért két hét múlva a tervezetnél jóval korábban nyitják meg az országhatárokat a turisták előtt. Görögországban hétfőn nyithattak ki újra a középiskolák, azonban kedden már is százak tiltakoztak az új rendszer ellen. Pedagógusok és diákok együtt tüntettek az egészségügyi normák javításáért. Mivel a diákok csoportbontásban felváltva vesznek részt az órákon, otthon és a tantermekben, sokuk úgy érzi, sérülnek a személyiségi jogaik. A koronavírusra hivatkozva bekamerázzák a tantermeket, vagyis az egész osztályt élőben közvetítik. Mindenki kerül az internetre, ami a tanárok és diákok között elhangzik, panaszolt egy diáklány. Oroszországban is fokozatosan enyhítenek az óvintézkedéseken, annak ellenére, hogy naponta több ezerrel nő a fertőzöttek száma. Az egészségügyi rendszer túlterhelt, ráadásul a múlt héten csaknem 6000 lélegeztetőgépet hívtak vissza a kórházakból egy típushiba miatt. Az oroszok most a világ legfertőzöttebb országától kértek segítséget. Az Egyesült Államoktól két repülőgép szállít majd orvosi felszereléseket Oroszországba. Európa szerte fokozottan ellenőrzik a vágóhidakat a hatóságok, miután Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Írországban is megjelent a vírus különböző húsüzemekben. Szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy ezeken a telepeken nagy számban dolgoznak kelet- és dél-európai vendégmunkások, akik általában túlzsúfolt szállásokon élnek, ahol nem tudják betartani a járványügyi szabályokat.